ismét eljött ez a nap, amely már hagyományá vált iskolában, ahol együtt lehetünk itt, szülők és nevelők gyermekeinkért. Szeretném felkérni Szerencsés Tibordi igazgatóasszony és a szülői munkaközösség egy aktív tagját, Ritát, hogy tartsák meg megnyitó beszédüket. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket idén is iskolánkban, mint ahogy elhangzott, a szülők, nevelők, gyermekeinkért című bálon, hogy a neve is legyen ennek a bálnak. Nagy örömre szolgál, hogy idén is elfogadták meghívásunkat, és ilyen sokan eljöttek. A bál szó hallatán az embernek óhatatlanul a nált zene, a gyönyörű nagy estély, bepompázó hölgyek, elegáns úri emberek, és a különlegesen jó falatok jutnak eszébe. Hát mi is a tornatermeket ünneplő vízbe öltöztettük. Első válaszó táncosaink is vannak, akik nagy izgalommal és sok munkával készültek erre a napra. Finom ételek is várnak bennünket, és a táncostáborban várja a parkett. Tehát minden adott a mai estére, hogy mindenki jól érezzük magunkat. Most átadom a szót iskolai munkaközösségi vezetőinek, Maros Péter Ritának, hogy ő köszöntsen a szülőket. Szervusztok! Azt gondolom, hogy mindenkit tegezhetek az idősebbek elnézést kérek. Kedves iskolai családom, ne lepődjetek meg, hogy itt szólok hozzátok, hisz az iskola úgy tűnik, mint egy család. Mi szülők vagyunk az anyák, az apák pedig a tanárok, és a gyerek hála Istennek itt is gyerek maradnak, mint az otthoni családban. Hisz együttes összefogásunk nélkül, vagyis hogy az anyuka, vagyis mi szülők nem támogatjuk az apukát, vagyis a tanárokat, akkor a gyerekek nem tudnának jó jegyeket hazahozni, nem tanulhatnának egyre szebb környezetbe, nem vehetnének részt egy egyre több versenyen, mely nem mehetnének jó középiskolába, egyetemre, nem vehetnének részt egyre több közös családi programon. Bízom abban, hogy egyre több felső szülők is tudunk vonni programjainkban, mert ez két dolgot jelentene. Az egyik, hogy a negyedikes szülők nem visznek el nagyszárban a gyerekeket egy 30-40 fős más 8 osztályos gimnáziumba és általános iskolába. A másik dolog pedig, hogy igenis kellő energiával és összefogással egyre tudjuk tartani ezt a kis családot. Kívánok nektek csodálatos gyönyörködést a gyerekek táncában, jó étvágyat az így csinálkozó falatokhoz, jó társadalmat, jó strapatívó lábakat a sok-sok tánchoz, és jó kedvet, elfogadás, befogadás a beszélgetésekhez, és sok-sok nyeremét a tombolába. Jó szórakozást! Thank you.
és akkor most egy kis történet következik. Volt egyszer egy osztály, itt állítottak, és van is egy osztály, akik el szerettek volna menni operába, de úgy alakult, hogy nem kaptak jegyet. És aztán volt egy érzőszívű ember, egy opera barát, aki megszánta ezt az osztályt. És nem csak opera jegyet szerzett, hanem egy olyan délelőttet, délelőttel kedves feleslegnek a csapatnak, hogy elviszi őket olyan szegzugaliba az operaháznak, ahol nem mindenki mehet be. Nagy szeretettel köszöntöm köreimbe Hegyeljené Rózát, az Opera Pár Barátok klubjának tagját. Az osztályt, és akkor most hallgassunk meg őt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és a drága kedves gyerekeket. A bennem felélett opera iránti szeretet és tisztelet a gyerekekkel szemben nem szánalom volt, hanem mély emberi szeretet, úgyhogy ezzel fogom átadni 30 darab jegyet az igazgató úr hölgynek, aki majd nektek kihozta valamennyi jegyet, és akkor holnap gondolom találkozunk, és nagyon szép élményben lesz részletek, mert bemutatják az egész operaházat, és utána egy előadáson fogunk részt venni. Remélem, hogy jól fogják élni. Kellemes szórakozást a bárkiak. Nagyon köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy elég nagy meglepetésben van részletek. Méltóképpen megköszönjük ezt a mai produkciót nektek. Itt van a 30 darab operajegy, amelyet tisztelet jegyként kaptam az operaházban, és velük szemben is négy tisztelettel adózom. Remélem élvezni fogjátok a holnapi napot. Sok örömet, sok élményt kívánok mindnyájatoknak. Köszönjük szépen, és akkor